Sziasztok! Köszöntök mindenkit! A mai videóban nem mással foglalkozom, mint a Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény bemutatójával. Július 18-ával jelent meg a várva várt 49-es szám, a Vento 92-ből. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ezt a modellt sokan várják, vagy várták. Remélem, hogy be tudta szerezni az újságosoknál mindenki, aki akarta. Úgyhogy most ezzel fogunk megismerkedni, ezzel a modellel. Szokásos menet, ugye, mondani se kell, átlapozzuk az újságot. Aztán megvizsgáljuk a modellt, hogy hogyan sikerült. Úgyhogy ez a felhozatal mára. Ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem, és akkor már is belecsapunk. Addig a modellt félretettem. Hát az újság elején ez a kép fogad minket. Mielőtt belelapozunk, nézzük meg, amíg el nem felejtem, a következő 50-es lapszámot. A T4-es Multivan. Szerintem ez is sokakat érdekelni fog, úgyhogy majd ezt is majd természetesen meg fogjuk vizsgálni. Na. Új név, új forma címmel indul a Vento története. De 1992 és 1998 között gyártották. Más néven, de műszakilag szorosan a Volkswagen Golf 3-as követve jelenik meg a piacon a Jetta utódja, a Vento. Az 1991-ben debütáló új Golf lépcsőhátú verzióját először 92. januárjában lehet megcsodálni Brüsszelben. Gyári kódja szerint ez az 1H2-es típus. Tehát ugye ezt a Jettát, a 2-es Jettát váltotta, és ugye 3-as Golfnak a lépcsőhátú változata. Egyébként méretben 36 cm-rel volt hosszabb a Golfnál, viszont a tengelytáv az teljesen azonos volt. Ugye a gyár a forgalmazást szerette volna föllendíteni ezzel a teljesen új arculattal és ezzel az új névvel, ami viszont elmaradt, hát annyira nem vásárolták a vevők valami oknál fogva, legalábbis olyan annyira, mint amennyire a gyár várta volna. Hát egyébként Németországban, Wolfsburgban gyártották, illetve Dél-Afrikában és Mexikóban is zajlott a gyártása. Észak-Amerikában egyébként, illetve Kínában megmaradt a Jetta név, csak az Európában változott a Ventura. Úgyhogy, hát itt a szemből megnézzük, nézzük meg először a felső képet. Ha szemből nézzük, akkor a Golfhoz képest a hűtőrácsról lehet megkülönböztetni. Itt ugye kezdetben még hát más volt a tagoltsága, illetve kezdetben feketére volt fényezve, illetve szögletesebb volt az első fényszóró, nem volt olyan lekerekített, mint a 3-as Golfnál. Illetve egyes típusoknál az index fehérre volt, az index búra fehér volt. Itt alul, hátul nézetből csodálhatjuk meg. Az emelkedő vonal és az ideális módon integrált csomagtér harmonikus látvány nyújt hátulról. Hát itt ezt a felső képet nézzük meg egy pillanatra. Ugye ez a 92-es típus program a 93-as modellévre. Ha innen nézzük, ez a póló coupé, itt a Jetta, illetve Vento, bocsánat, nem Jetta, a 3-as Golf, Cabrio, itt a Corrado, itt a Passat limuzin, Passat kombi,
aztán itt a 3-as Golf variant, és a 3-as Golf itt a képen. Motorokat illetően kezdetben 4 féle motorral és 2 féle dízel motorral lehetett kérni. Ugye a benzinmotorosok azok 75 lóerős volt, 90 lóerős, 115 lóerős, és a csúcsmotor az a 174 lóerős VR6-os motor volt. A 75 és a 90 lóerős változat az kezdetben 1,8 literes hengerűrtartalmú volt, a 115 lóerős az pedig 2 literes volt. Ezen kívül ugye volt a, hát később, illetve később elérhető volt ugyanez a 75 lóerős motor 1,6-os hengerűrtartalommal is, illetve később, még később, egész pontosan 93 novemberétől már elérhető volt az 1,6-os motor 100 literes, 100 lóerős változatban is. A dízelek közül 64 lóerős volt az alap, és volt egy 1,9 literes hengerűtartalmú 75 lóerővel. Illetve később megjelent még egy harmadik dízel változat is, a 110 lóerős TDI. És akkor röviden így ennyit. Itt láthatjuk itt alul ugye a motor, a belteret. Kicsit másabb volt a Golfhoz képest. Itt a felül a képen a csomagtartót láthatjuk, ami 550 literes volt. Eddig ez volt a modellek közül, az eddigi Volkswagen modellek közül ez, ennek van, volt a legnagyobb csomagtartója, amit ha a hátsó ülés támlákat ledöntöttünk, akkor 835 literesre lehetett bővíteni. Itt a rövid magyarázatban ugye modern indításgátlókról beszél, illetve ír. Hát ő Németországban ugye népszerű volt a szelepőr, ami azt jelentette, hogy elindult a kocsi, akkor leresztette a gumikat. Illetve a Ventohoz 95-ös modellévtől kezdve alapfelszereltség része volt az elektronikus indításgátló. Kerüli a feltűnést, hát ugye feltűnésmentes volt itt a, ez a maga konkrét modell, még a VR6-os verzió is, ugye a csúcsmodell. Annyi volt az ismertető jel a VR6-osnak, hogy ezen egy BBS alufelnik voltak, illetve hát másabb volt a légterelő szárnya, de ez egyébként ezeket lehetett átrakni, vagy kérni más egyéb típusokra is, mind a BBS felnit, illetve a légterelőt is. Úgyhogy a nagy különbség nem volt egyik modell között sem. Na, lapozunk egyet, itt megcsodálhatjuk ezt a 110 lóerős TDI motort. Aztán ugye az erősebb változatokat, illetve az erősebb változatokon a dobfék helyett hátul is tárcsafékkel látták el. Műszaki részlet itt a monotronik, ez ugye az elektronikus motorvezérlést, motorvezérlés rendszert jelenti, illetve egy befecskendezőről ír egy mondatot. Aztán itt a következő oldalon itt pár dolgot még azért itt összefoglalnak. Érdemes lehet megemlíteni, hogy ugye gyárilag 14 colos kerekeket kapott az összes modell, kivétel volt ez alól a
115, illetve a 174-ről is változott, ezek 15 szolos kerekeket kaptak. Ugye még itt érdemes lehet még kiemelni, hogy 95 szeptemberétől a hűtőrácsot a kocsi színére fújták. Na és akkor mutatom így közelebbről a műszaki adatokat, így azért át tudjátok nézni. Lapozzunk tovább, szokásos adott korszak érdekességei. Itt még ugye arról is olvashatunk, hogy az Apple Macintost fölváltotta, vagy hát konkurensként megjelent a Windows 3.1-es. Meg hát ilyen egyéb érdekességeket lehet itt olvasni. Következő oldalon ugye a márkák, az előző számból már megismerhetük ugye ezt a márkák, ugye ami a koncern égisz alá tartozik, ugye különböző márkák, és akkor ezekről a márkákról lehet itt érdekességeket olvasni itt a következő pár oldalban. Itt ezen a fekete-fehér képen ugye a 80-as Audi karosszériáit láthatjuk, ami TLS egészében horgonyzott volt, ezzel garantálva a rozsdamentességet. Aztán ugye a TDI, ugye 1989-ben debütált a 100-as Audiban a TDI, az első TDI motor. Aztán lapozunk egyet. Itt már a győri Audi gyárban járunk, így a TT összeszerelése. Itt láthatjuk az A8-as hibridet, mellett az A1-es Audi. Aztán gyártás Changchun városában, ugye Kínában is elkezdték gyártani az Audikat. Kezdetben az A3-as, A4-es, A6-os, a Q3-as és a Q5-öst is ebben az országban is gyártották. Úgyhogy hát ilyen érdekességeit lehet itt olvasni. Hát még egyszer akkor az 50-es lapszám, a következő megjelenés a T4-es Multivan lesz. Na és akkor nézzük is a modellt, mert szerintem erre jobban kíváncsi mindenki. Nézzük meg először így gyorsan búrán keresztül. Ugye leragasztva nincsen, úgyhogy könnyen le lehet szedni. Hát az újság szokásos módon, ugye az újság elejéről lévő kis háttér kép. És aztán hát az ilyen megypiros színben jelent meg. Egész jónak tűnik a fényezése, így első körbe nézésre. Nem látok benne különösebb hibát, szép egységes fényezés, úgyhogy teljesen rendben van a fényezést illetően. Szépen részletgazdagon ki van dolgozva. Láthatjuk itt az oldalnézetből, minden szépen ki van rajta alakítva. Kilincsek, az ablakkeretek, visszapillantó tükör belső fele is meg van festve, a kerék is nagyon jó. Megnézzük előről. Elől is szépen ki van dolgozva, minden ki van rajta szépen alakítva, lámpák is, hűtőmax szépen ki van, meg van festve, az embléma is rendben van. Ha föntebb nézzük, az ablakmosó fúvókák is meg vannak szépen festve. És az ablaktörő lapátok az egy külön elem, lehet mozgatni, nem a szélvédőbe van integrálva, úgyhogy nagyon jó.
Talán, hát nem tudom, látni fogjátok-e, de nekem az első lámpák azok nem a legtökéletesebbek. Nem tudom, hogy tudnám jobban megmutatni. Lekapcsolom a vakut, akkor megpróbálom így közelebb hozni. Próbálom megmutatni, de nem a nem teljesen 100%-os, ahogy látjátok. Itt a sarkokban ugye átlátszik a festés. Vagy olyan, mint hogy a lámpa lenne megfestve, nem tudom. De valahogy ez nem sikerült szerintem 100%-ra. De ezt a kis hibát szerintem ebből a kis hiba szerintem még azért belefér. Itt a másik oldala. Itt is ugye teljesen rendben van minden. Akkor a hátulja. Az embléma. Nagyon szép a Ventó GLX felirat. Itt hátul rendben vannak a lámpák. Nagyon szépen ki van dolgozva, szépen elkülönítve minden, ugye az index, tollatólámpa, úgyhogy nagyon rendben van. Úgyhogy gyönyörű kialakítású modell. És ugye a blisteren keresztül nem látszott, azt hittem, hogy nincs a beltér megfestve, de megvan. Hát az, legalábbis az ülések ilyen kék fényezés kaptak. Hát már ilyen fekete hatású, így teljesen beleolvad. Visszaveszem egy kicsit a vakut. Nem lehet annyira kivenni, de na talán így. Így lehet látni, hogy ilyen sötétkék fényezést kaptak az ülések. Talán így is látható, ha így megfogja a fókusz. Nem tudom, próbálom. A műszerfal fel van-e matricázva, de úgy látom, hogy nincs. Úgyhogy összességében teljesen rendben van a beltér is. Úgyhogy nagyon szépen ki van dolgozva. Na nézzük meg még az alját. Letekerjük a talpozatról, aztán megnézzük még talpozat nélkül is. Hát íme akkor talpozat nélkül. Picit itt a gumi csálénál, nincs rajta teljesen, illetve hát kicsit el van deformálódva, de a többi keréken, ha jól látom, akkor rendben van. Úgyhogy nagyon szépen ki van alakítva a körbe, ez ugye ez a műanyag fekete lívcsík, hát illetve nem műanyag, de valóságban műanyag, úgyhogy nagyon szépen fut körbe. Úgyhogy rendben van, teljesen elégedett vagyok ezzel a modellel. Na, talán most így jobban ráfókuszál az elejére. Így látható, hogy a fényszórónak az alsó része ugye nagyon átlátszik. De egyébként nem olyan vészes, szerintem elfogadható. Úgyhogy nagyon szép. Gyönyörű. Próbálom egy kicsit távolabbról is. Fényezése is nagyon rendben van. Úgyhogy különösebb hibát lámpán kívül, az első fényszóron kívül nem látok benne. Remélem, hogy mindenki másnak is rendben lesz a modell. Íme az alja. Kipufogódóbb, az szépen meg van festve. Hát ennyi, különösebben nincs túlzásba víve. És egy nyomkodom, úgy érzékelem, hogy a hátsó lökhárító az egy külön elem. Az első az nem, de a hátsó az. Én úgy érzékelem, hogy ez egy külön elem, mert vagy egy nyomkodom, úgy lehet érezni, hogy mozog. Na, hát jól elhúztam ezt a videót. Úgyhogy remélem, hogy tetszett, illetve volt kedvetek, meg türelmetek végignézni.
Nagyon köszönöm, hogyha velem tartottatok ebben a videóban. Találkozunk legközelebb. Ha tetszett, akkor lájkoljátok. Egy pár képet dobok majd fel a Facebookra is, úgyhogy majd azt is nézzétek meg. Úgyhogy hát minden jót kívánok mindenkinek, legyetek jók, úgyhogy sziasztok!